A tulajdonos, Ádási Antal, az nagy borbarát volt, és az épület alatt egy hatalmas pincerendszer húzódott, ahol rengeteg boros hordóban tárolta az isteni nedűt, mert egyébként ez a környék, ez ugye szőlő vidék volt. És aztán az 1800-as évek elején a Krisztina város fejlődésénél, kialakulásánál épült ez a palota is az 1840-es években. A legidősebb Ádási Antal eredetileg hentes volt, és utána küzdötte fel magát budai városbíróvá. Ez az úgynevezett körterem, ami az itteni időszaki kiállításainknak a helyszíne, illetve könyvbemutatókat, szakmai beszélgetéseket rendezünk itt. A különlegessége ez a bizonyos mozaik padló, ami ugye a római villáknak a hangulatát idézi fel. Egyébként ez az eredeti épületnek az úgynevezett téli kertje volt. Jó napot kívánok! A Táncarchívum két munkatársa, Szudi Eszter és Halász Tamás, és át is adnám. És melyikőjük szeretne beszélni, Eszter vagy Tamás? Beszéljen csak a Tamás. Ezt meg tudom érteni, Eszternek sokkal jobb programja van. Képeket néz. Ki van a képen? Hát Rédlő Margit, egykori mozdulatművész. És hát tulajdonképpen ezek ilyen vegyes képek, úgyhogy de most látjuk először. Ez az ő hagyatékából származik, és hát ilyen meglehetősen komoly agnoszkáló munkát kell végeznünk az ilyen fotóknál. Nagyon komplex gyűjteményben vagyunk, mi egyrészt Európa egyik legnagyobb gyűjteménye tánc szakterületen, és hát itt a mazsorettől, a néptáncon keresztül a balett, a kortárstánc, a táncpedagógia, minden, ami tánc, az gyűjtési területünk. És szabad egy picit kacagni? Azért amire az ember azt gondolná, hogy papír alapon nehezen gyűjthető, az mégiscsak a tánc, nem? Hát igen, eléggé sajátos is a rétegződés a gyűjteménynek, mert itt egy helyen van könyvtár, fotótár, dokumentáció, egyebek. Pont azért, mert hát ilyen jellegű maga a műfaj, tehát hogyha valaki bejön mondjuk egy előadást vagy egy alkotót keresni, akkor az elé azonnal tudunk mozgóképet, állóképet, elméleti anyagot tenni, és általában így is szoktak kutatni. Mi van a dobozokban? Fotók. Ez itt, ez a folyosó rész, ez gyakorlatilag a bal oldal teljesen, a jobb oldalnak pedig a kétharmada csak fénykép. Körülbelül félmillió papírkép van itt, aminek hát egy része van feldolgozva. Nagyon sok mindent kaptunk, nagyon frissen, őrült mennyiségekben. Az első magyar táncpotta, benne vannak, majd mindjárt meglátjuk. Akkora a kötet, hogy... Vannak benne fényképek, még térrajzok, leírása a darabnak, és a táncjelírásra, tehát a táncpotta. Kéziratos, tehát azért mondom, hogy ez azért fantasztikus. 1938-ból származik. Itt a történet van az elején leírva, és fényképek. A szereplők, a fényképek. Nagyon jól illusztrálja egyébként a korabeli, és ezt a kicsit népies, mégis modern mozdulatművészeti... Tartalom is kézzel van leírva, nagyon szép kézírással. Igen. Itt jönnek a térrajzok. Na és itt kezdődik ez a tánckotta. Ami középen látható, az ugye általában a táncosnak a testét mutatja főként, és ami oldalcsávokban látható, ott szokták általában a láb, illetve a kéznek a mozdulatait jelölni.